Szavaztok, szép jó napot! is nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit! Az egyszerűség jegyébe egy nagyon finom rakott tarhonyát készítünk el, és ugye nem gurult el a gyógyszerem, nincs semmi baj, holott néha elszokott. Rakott tarhonyát készítünk, él, létezik, mozog ez az étel, tehát semmi furcsaság nincs benne, esetleg hallásra. Na, hát itt több vonalat is tudnék említeni, mint rakott tarhonya, tehát ez létezik tőkehussal, szányassal, zöldséggel, most megmutatjuk, hogy mi hogy készítjük el. Egy nagyon finom, kicsit alföldies vonalba gondolkodom, egy nagyon finom füstölt húsos verziót készítünk el, és mutatjuk is nektek az alapanyagokat, hogy ne menjen az idő. Főszereplőt láthatjátok, tarhonya, ez egy gépi tarhonya, nyugodtan el lehet készíteni házi tarhonyából is. Láthattok hagymát, fokhagymát, tojást, paradicsomot, paradicsompürét lehet, hogy túl gyorsan mondom Alikának mellette jóságos 20%-os tejföld, egy nagyon kevés zsiradékot ugye ennek a kolozsvári szalonnának ez a kisütött zsírja mert tegnap éppen egy jóféle csúszát dobtunk össze na mindegy, erre majd visszatérünk és azt is el fogom készíteni nektek főtt, füstölt a talját láthattok amiben most belekóstoltunk, tényleg nagyon friss, pompás, ezek lesznek a rétegek tehát mondom is nektek gyorsan, úgy, mint a tojás, úgy, mint a kolbászka, amit még nem mutattunk nektek. Jóféle gyulai kolbász, és a füstől taljából fog összeállni a réteg. Na, akkor menjünk a kolbászkára, amit akartam nektek az előbb már mutatni. Nagyon finom egyszál gyulai kolbász. Föl fogunk használni még házi paprikakrémet, mint láthatjátok. Akinek esetleg ez nincsen, akkor nyugodtan paprikát tud használni, csevege paprikát. Ugye itt egy a cél, egy a lényeg most ennél a kis alapnál, hogy készíteni fogunk egy nagyon finom pörkölt alapot, és ugye ez a pörkölt alap is becsúszik a rétegek közé. Úgy, mint fűszerek, gyanánt, só, őrölt kömény, egy kevés babérlevél, piros paprika, édesnemes piros paprika, és fekete borsót fogunk rátölni az ételünkre. Na, hát nagyon gyorsan meg is mutattuk és azonnal elkezdem az előkészületeket, ugye azt a pár darab tojást föltesszük főzni, az 10 perc, körülbelül 10-11 percig főzzük, lehűtjük jéghideg víz, megpucoljuk, főszeleteljük, cikcik cikcik, gyorsan tudjátok, ahogy szoktuk, a hagymákkal is ugyanígy járok el, tehát igazából itt a előkészületeket annyira most nem fogom, tehát ilyen hagymavágás szinten, szalonnavágás szinten nem fogom nagyon mutatni, amikor már földolgoztam az alapanyagokat, és dolgozunk vele, akkor megmutatunk mindent, és elkezdjük a receptet. Első körben, miközben már a tojásokat fel is tettük főni, nagyon gyorsan le fogom pirítani a tarhonyát. Ugye itt az a lényeg, mint minden tarhonyás ételnél, legalábbis számomra, hogy ezt a kis nyers tészta szint vegyük el, egy nagyon kellemes, szép, világos barna formára fogom pirítani ezt mérsékelt tűzön tegyük meg, itt csak az első lépésekbe tettem nagyobb hőfokot rá, körülbelül egy 6-8 perc alatt gyönyörű szépen körbe fogom pirítani, és félúton meg fogom sózni. Szép barnára lepirult a tarhonyánk, most dupla mennyiségű vízzel föl fogom önteni, nem kell piszkálni, egyszerűen ez magától meg fog gyönyörűen főni körülbelül egy 5-ös fokozaton, szépen rátesszük a fedőt, tehát inkább a takarék fele menjünk el egy kicsit, ne legyen erős a láng, körülbelül egy olyan 15 perc alatt maximálisan kész lesz a tarhonyánk. Eközben föltesszük a pörkölt alapot. Pörkölt alap, mint olyan, ismeritek, és nem mindig 100%-osan szalonnával kezdem a pörkölt alapot, jelen esetben ennél az ételnél igen. Ali fiam gyorsan megmutatja, és menet közben meg is főtt a tarhonya, azt is megmutatjuk nektek. Főszeleteltem a kolbászt, megfőztem a tojást, itt vannak a nagyon finom talják, és kihelyeztem a pörkölt alaphoz az alapvető dolgokat. Hát nagyon gyorsan elindítjuk, és ugye nem mindig szalonnával kezdünk, de ennél az ételnél tényleg nagyon nagy jelentősége van, egy nagyon finom, Alap ízt fog neki adni, és főleg ezeknél a rétegeknél, amikor be fogok locsolni, hát egy fantasztikus íz élmény lesz. Menet közben nem mutatjuk nektek a tarhonyát, vaj puha, még dagad, nézzétek meg, nagyon-nagyon szép színelet, Ugye nem mindegy, hogy úgy hagyjuk abba a tészta színű állagába, vagy egy nagyon kicsit rápirítunk, hát így sokkal-sokkal jobban néz ki. Hát ennek a szalonnának körülbelül mire kisütöm a zsírját, ez körülbelül egy fél perc, ilyenkor már igazság szerint akár a két babérlevelet rá is dobhatom, és itt a babérlevére kitéve, kitérve, bocsássatok, meg kitéve, na, tehát a babérlevéről csak annyit szeretnék mondani, nagyon sokan írtátok, hogy használtok friss babérlevelet, hát a friss babérlevélnél azért annyira figyelni kell a dolgokra, hogy ugye a többet tesztek bele, ugye a friss babérlevének sokkal-sokkal intenzívebb az íze, és esetleg egy nagyon picit kesernyés ö, ízvilág fele el tudtok vele menni, tehát ajánlom a tehát akkor frissel dolgoztok, akkor éppen egyet maximálisan kettőt tegyetek bele. Nagyon fontos. Ugye mert sokan kérdeztétek, mitől lett keserű az étel, és írtátok, hogy friss babér, hát ennyire kell csak vigyázni. Hagyma, fokhagyma, jöhet bele, és ezzel tovább fogom pirítani, le fogjuk fonnyasztani ezt a kellemes alapunkat. Ez ismételten körülbelül egy két-három perc. Nagyon kellemesen lefonyasztottuk a szalonna zsíron a hagymát, a két kis babérlevelünkkel együtt. Egyébként amikor történik majd a rétegezés, akkor a két babérlevél azért kiugrik innen, tehát fontos ezt elmondani, azt már nem fogom beletenni. És ugye, mint pörkölt alap, ne ijedjetek meg, tehát egy csirke pörkölthöz nyilvánvaló, nem teszünk babérlevelet, ennél az ételnél nagyon jó ízeket fog kihozni, vagy például egy szarvas, egy őz, egy marhánál alap benne maradhat a babérlevél. Jöhet egy kevés piros paprika, ahogy szoktuk, elindítjuk, gyönyörű szép tűzpiros, ez éppen most egy kalocsai paprika, és megcsináljuk a pörkölt alapunkat. Ugye itt most, ha lenne mit lepörkölni, akkor már mehetne is bele, ebben az esetben most csak egy pörkölt alapról beszélünk. Jöhet bele a daját paprika, aminek természetesen van egy kis létartalma, ha daját paprikátok nincsen, akkor nyilvánvaló jöhet bele friss zöld paprika, csemege paprika. Hozzátesszük a paradicsompürét, ez is opcionális. Én nagyon szeretem az intenzív vízeket, tehát mindenképpen szoktam beletenni egy keveset. Jöhet hozzá a paradicsom, ez le van héjazva, ismeritek a héját, leszoktam húzni a pöndölkét, és lényegében meg is vagyunk az alapunkkal. Azonnal csinálok egy kis fűszerezést, ami egy pici sóból egy kevés őrölt köményből. Az őrölt kömény nagyon fontos, tényleg nagyon jó ízeket tud kiadni. És egy kis fekete borsból áll, amit nagyon gyorsan rá fogok törni. Pompás, itt mindenki eldönti, hogy mennyire szereti az intenzív ízeket, annyit tegye rá. Nézzétek meg, tehát a sok hagymától már magába egy nagyon klassz kis pörkölt alapot fogunk kapni. Annyi vízzel fogom fölönteni, hogy éppen ellepje, és ezt legalább kétszer-háromszor még meg fogom tenni. Tehát ezt a pörkölt alapot egy jó fél óráig fogom főzni, visszafőzöm, besűrűsödik, fölöntöm, visszafőzöm, megint besűrűsödik, és így tovább háromszor, négyszer, meg is van a gyönyörű pörkölt alapunk, a tarhonyán készen van, a tojást összevágom, és lényegében tudjuk összerakni a nagyon finom rakott tarhonyánkat. Kész is vagyunk a pörkölt alappal, és mielőtt kimondanánk a boldogító igent, ugye arra gondolok, hogy mielőtt összeraknánk ezt a nagyon hálás tarhonyát, azért nektek megmutatjuk, nézzétek meg, tehát erre a sűrűségre gondoltam, ennek így kell kinéznie. Ha ennél lazább levesesre csináljátok ezt a pörkölt alapot, akkor túlságosan elázik a rakott tarhonya, és így nem tudtok belőle egy kockát mondjuk idővel kivágni, de hiszen ez se jelent gondot, hiszen aki mondjuk azt az időszakot majd nem tudja megvárni, az nyugodtan lapátolhat belőle, hiszen ez azonnal is fogyasztható. Azonnal jövünk, és rakjuk össze el is kezdhetjük összepakolni a nagyon finom rakott tarhonyánkat, és gyorsan Ali fiam azért megmutatja nektek, tarja, kolbász, a pörkölt alapunk, ami jó sűrű, a tojás megfőzve, egy tojás szeletelővel fölvágva, szándékosan hagytam egybe így, hogy ne száradjon a belseje, és nem utolsó sorban a paprikás tejfölünk, ugye annyit tettem, hogy ez a tejföl mennyiséghez, egy csapott evőkanál édesnemes fűszerpaprikát kevertem, csomómentesre, ez lesz a fedő rétegünk. Na, el is kezdjük, alig ha egy hely pici helyet adsz nekem, köszönöm, az alsó réteget. Ja, és bocsássatok meg, amit nem mondtam még esetleg, ugye ki van egy diónyi zsírral kembe a tálunk, és egy nagyon-nagyon pici zsemlemorzsa került bele, amivel egy kicsit megforgattam. Ugye ez nagyon fontos, hogy a tarhonyánk semmilyen esetre se égjen oda az oldalához, tehát hogyha ezt megteszitek, avval rosszat nem követtek el. Na, megvan az első tarhonya étegünk jöhet rá az első szakasz. A talját szoktam legelőször rátenni, hiszen ez majd ad egy nagyon jó tartást az egésznek. Ugye a kolbásszal indítanánk, akkor esetleg egy nagyon picit meg tudna rogyni az egész. Nagyon fontos, ha megfogadjátok. De mondom igazság szerint, aki már egyből elkezdi fogyasztani, tehát mondjuk aki nem várja meg azt a ö, időszakot, hogy egy nagyon picit meghűljön, és egy kis kockát ki tudjon vágni belőle, az nyugodtan, tehát akkor lényegében nincs jelentősége a soja ennek, hogy hogyan rakjátok a hozzávalókat. Akkor nyugodtan, bárhogy lehet, nincs jelentősége. Jó, rákerült az első réteg, most megfogom a gyönyörűséges pörkölt alapunkat, és éppen-éppen egy nagyon picit rá fogok helyezni. Hát fantasztikus az íz, fantasztikus az illat, és kinézetbe se vagyunk rosszul, vagy rosszak pontosabban, nagyon kellemes rakott tarhonyát követünk el. Ezt egyébként zöldséggel, tényleg csirkehússal, sertéshússal, sertés darált hússal is el szoktam készíteni itt teljesen rátok van bízva az egész. Jó, jöhet következő tarhonya réteg, nyugodtan rá lehet lapátolni, és majd a végső szakaszba elegyengetni. Egyébként most egy jó fél kiló tarhonyával dolgoztunk, tehát lehet viszonyítani nagyjából, ez a három réteg így pontosan elég lesz nekünk. Na, egy kicsi kozmetikálás, ahogy szokták mondani. Bocsánat, csak nem tudok nagyon mozogni Ali miatt itt a fiam mellett, de hát nem baj, ez most egy videó, teljesen értitek a lényeget. Teljesen tökéletes, most jöhet rá egy tojásréteg, ugye itt megint csak, hát ezt lehet, hogy végig nem is mutatom nektek, egyszerűen a felszeletelt tojásokat gyönyörű, szépen sorba kell rakni, és ismételten jöhet egy nagyon szép és nagyon finom pörkölt alapréteg hozzá tettük az utolsó szeletke tojásunkat ismételten jöhet egy pörkölt, szaftos fedőréteg és pillanatok alatt meg is vagyunk az egésszel lehet, hogy még a lábosból hozok egy nagyon picit csak hogy érezzük a törődést és ne sajnáljuk és mint mondtam nektek, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a pörkölt alapot, bocsássatok, meg ellépek egy adagért, hogy ezt a pörkölt alapot semmiképpen nem szabad nagyon-nagyon hígra készíteni, hiszen akkor tényleg annyira föláztatja az egészet, hogy nem lesz élvezhető, és nem lesz vágható. De, mint előbb is elmondtam, úgyis nagyon jó, ha esetleg úgy csináljátok. Itt már mindenki maga dönti el ezt a részt. Na jöhet hozzá az utolsó réteg tarhonya, és ugye már csak a jóféle kis kolbász kerül rá, és egyébként, tehát nem szándékosan nem sütöttem én ki ennek a kolbászkának a zsírját, hiszen ennél a hőmérsékletnél, ami a sütőbe majd keletkezik az ételnél, tehát egy jó 200-210 fok, ez önmagába már saját magát el fogja intézni, tehát itt bőven ki fog sülni belőle csodálatos lesz jó, na már csak pár szem van hátra tökéletes én ezt az edényt odébb is viszem pompás és ismét itt is vagyok bocsássatok meg itt a körülményeskedésért de oda kell figyelnem pár dologra, na eligazgattuk nagyon-nagyon pipec, egy nagyon picit meg is lehet nyomkodni az egészet üljön össze, de hát a sütésnél ez mindenképpen meg fog történni. Jó, jöhet a kolbászka, ismételten ezt most végig nektek nem fogom mutatni, egyszerűen sorba fogom rakni vele, és utána már csak a jóféle paprikás tejföl réteg jön rá, és zsupsz megy be a sütőbe, egy kis kínszenvedésre, és utána már csak egy kis időhúzás van, ugye már a feleségem mond, szokta mondani mindig ez a ez a halálsor, hogy hiába van kész az étel, de várni kell, hát valóba várni kell, mert most ha úgy felszeletelem nektek, hogy még tűz folyó, hát akkor azt mondjátok, hogy Zolikám, hát ez hogy néz ki? Na, tehát igen, valamivel várni kell, egy kis hűlősi időt kell adni neki, hogy egy gyönyörű, szép szeletet ki tudjunk kanyarintani belőle. Na, azonnal jövünk, hogy az összes kolbászt fölraktam. Jöhet is a befejező szakasz, ez azt jelenti, láttátok, a kolbász is rárepült, csak a paprikás tej van hátra. Hát szépen megfogom, és ilyen kis pupokat teszek ide. Ugye azáltal, hogy egy kicsit terüljön, és a kolbászokat én nem szeretném széthúzni, tehát szakaszosan intézzük el, és így, ahogy mutatom nektek, így már nem tud a kolbász sem erre elvándorolni. Egy nagyon picit ki lehet futtatni a szélére a tejföld, ugye sütés közben természetesen meg fog sülni, meg fog dermedni, tehát nem fog szétfolyni, hál' Istennek nekünk. Egyébként én nagyon szeretem a rakott káposztán is, a rakott savanyú, a rakott kellen is ezt a paprikás megoldást, fantasztikus ízt ad az ételnek. Begyújtottuk a sütőt, egy jó 200 fokra, alsó-felső, tehát itt az a cél, hogy ne legyen légkeverés, hanem szépen, lassan, komótosan, de gyönyörű szépen süljön meg ez a fantasztikus rakott tarhonya. Na, betekintünk a sütőbe is menet közben betesszük és a sorsára hagyjuk. Bekukucskáltunk a sütőbe, ahogy szoktuk tenni, megmutatjuk nektek, ez körülbelül egy a jó 25-30 perces szindróma, még egy jó 10 percet fog bentölteni, fantasztikus illatok a konyhába, jövünk, megmutatjuk a végeredményt. El is készültünk a rakott tarhonyával, tekintsétek meg, egy nagyon pici kemencés szint sütöttem rá, én szerintem ez illik hozzá, nagyon jól néz ki, és itt elmondanám természetesen, akinek van kemencéje, kinti alkalmatosság, ott is bátran be lehet -e sütni, nem csak az otthoni sütőbe. Most mi ebben dolgoztunk, otthoni sütőbe sütöttük be. Látjátok itt a 3-4-5 darab ilyen hosszanti repedést, hát ott a gőzök távoztak el, tehát ez egy természetes folyamat, nyilvánvaló, meg fog repedni a tejföl, és a gőzök ott hagyják el a helységet. Tehát ettől nem kell megijedni természetes előre, meg ezt nem lehet megszúrkálni, hisz egy folyós tejföld nem szúr meg az ember, de ettől ne ijedjetek meg, ilyennek kell lenni. Most jön egy pár perces, pár fél órás, egy jó fél óra, három órás várakozás. Ugye a családdal ez már le van beszélve, hogy nyugigumi mindenki addig csipegesen valami, hiszen föl tudnám ezt most úgy vágni de sajnos összeesne és az esztétikai látványt igazából nem tudnám nektek megmutatni, de elmondtam, akinek most van kedve menjen egy lapátkanállal, nyúljon bele, tegye a tányéra és tűzforrón egy jéghideg kanál tejföllel tudja fogyasztani, vagy éppen anélkül na, picit várakozunk jövünk vissza, felvágom és megmutatom nektek el is készültünk a rakott tarhonyával, hát mielőtt a család szétbombázta volna, én nagyon gyorsan egy kockányit megmentettem belőle, tekintsétek meg, nagyon-nagyon szépek a rétegek, egy nagyon pici kis forró pörkölt szaptot tettem még alá, egy jó kis adag tejfölle leburkoltam, én így fogom elfogyasztani. Hát csak ajánlom nektek is, hogy készítsétek el ezt a finomságot, én azt mondom, mint érdekességképpen, hogyha gondoljátok egy rakott tarhonyát összehozhatok ugye semmi nagy flaszni nincsen benne és mégis egy kis különlegességgel tudtok készülni esetleg családnak, barátoknak tehát érdemes egyszer elkészíteni nem kell várni, nem kell óvatoskodni aki nem akar egy kockát természetesen kivágni belőle a zsupsz lapátkanál be a tányérba hideg tejföl, forró étel és hagyj szóljon, egyetek egy jót belőle Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan ismét találkozunk, szavaztok!